Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 3. és 4. futamának összefoglalója, vagyis hegyi verseny következik. Egy héttel ezelőtt már láthatták, hogy a Suzuki Swiftek és a Renault Clio-k hogyan teljesítették az orfői hegyi versenyt. Itt most azért egy kategóriával feltétlenül feljebb lépünk, hiszen az új Seat Leonok, amelyek ebben az esztendőben debütáltak a márkakupák mezőnyében, most először másznak hegyet. A kérdés egyébként az volt a futamot megelőzően, hogy vajon hányan vállalják be egyáltalán, hogy eljöjjenek ide autójukkal erre a versenyre, hiszen nem tartozik ez a pálya a legveszélytelenebb útszakaszok közé. Annál is inkább mondom ezt, mert nagyon sok helyen nincs is korlát, amely a völgyeket, vagy a hegyeket, vagy a kis árkokat elválasztaná az útsíktól. Ennek megfelelően cseppet sem veszélytelenít autózni, akár egyetlen hiba is azt jelentheti, hogy búcsút lehet mondani a technikának. Szerencsére sérülés nem történt, ezen a hétvégén sem, de azért látványos esésekből, látványos bukásokból itt sincsen hiány, ezeket is meg fogjuk majd önöknek mutatni. Az autók, mint lehet látni itt elől Szamosvári autóját, éppen mindössze 6 cm-re vannak a talajtól, ugye nem éppen ideális egy ilyen hegyi versenyre, inkább a pályára épültek. Annál is inkább lehet veszélyes a helyzet, mert hogy, és itt is látszik éppen a képernyő közepén, van egy törés, tehát jó néhány olyan bukkanó van, amelyen még különösebben vezetési hiba vagy technikai hiba sem kell ahhoz, hogy lekoccanjon az autó alja, és hát a bukkanóknál ezek a feszesre hangolt, általában feszesre hangolt futóművek bizony néha nehezen tapadnak meg, és hogyha elugrál az autó, mint ahogy látszik, hogy folyamatosan verődik oda az aszfaltot az eleje, akkor borzasztóan nehéz megfogni, főleg nagy tempónál. Ennek a hegyi versenynek az is a sajátossága, miközben Zengő Zoltánt látjuk majd, és a start pillanata ez belső kameraállásból. A hang alapján úgy hallatszik, hogy egy picit elforognak a kerekek, de ez nem csoda, hiszen slickgumival mennek az autók, egy puha összetételű, egy puha keverékkel. Nagyon fontos, hogy már az első kanyarban vagy a startnál megtapadjon. Éppen ezért választották erre a versenyre a versenyzők ezt a puha keveréket. Szóval, ami a pályát illeti, nos, nem csak, hogy a korlátok hiánya miatt nem teljesen veszélytelen, hanem kimondottan gyors is. Itt ezek az autók gyakran a 200 km/órás sebességet is elérhetik, van, hogy lefelé mennek általában a hegyi versenyeken, azért fölfelé szokás menni. Itt lefelé menet, amikor az embernek el kell hinnie, hogy az autó egy szűk féktávon megáll, hát ott az egekben van az adrenalin. Kis Norbert a képen. Ő mindkét futamot megnyerte a Hungaroringen, az első és a második versenynapon is. Az első verseny hétvégén itt is brillírozott, láthatjuk majd azt is, hogy hogyan lehet látni, hogy elpattognak az autók. Ebben a kanyarban volt ez igazán látványos, nagyon nehéz megfogni ezeket az autókat. Rögtön az első részen, ahol van ez a hullámvasút, ott egyszerűen hihet, nem mertem elnyomni, mert fölrepültem a francba, úgyhogy félek. Le kéne pújítani, vagy nem tudom, vagy dőlés vissza kéne venni hátul, vagy nem tudom. Vagy attól de nem, nem, az, hogy jobban tapad, hogyha érted, mert annyira nem dől be a kocsi hátulja, szerintem. Jó. És főleg a hátulját érzed. Igen, igen. Tehát nem is tolta az órát a kocsi egyáltalán sehol. Aha. Aha. És még fönt sem? Fönt se tolta. Fönt sem tolta az órát? Sehol, sehol. Jó. Nagyon durván megy a Dávid, nagyon bátor, mert tényleg azért gyors ez az autó, nagyon. Szűk az út és rohadt poros, és azért nincs sok hely hibázni, és azért ekkora tempónál, aki hibázik és lemegy az útról, az már tudod, nem az, hogy meghúzzuk az oldalát, meg mit tudom, annak vége, annak annyi. Reggel elindultunk, és az első három dobbantó után, mert rajta rögtön ilyen hullámvasút van, szállt ilyen 160-170-ig legalább fölgyorsul, és olyat ugrat, hogy nem csak, hogy olyat ugrat, de mit csinál idegumival alatt az autó, hogy gyakorlatilag csak egyenesen nem megy. Hát nem egyszerű, már négy kerékkel is elemelkedtünk, vannak részek, meg nagyon gyors ez az autó. Az edzés időkből az ember következtet valamire, vagy pedig azt mondja, hogy majd az éles futamon? Hát azért persze lehet következtetni, mert szerintem olyan drasztikusat már senki nem fog gyorsulni. Meglátjuk. Ami egyébként az imént hallott 60-i Bálintot illeti, nos, neki is volt egy kisebb balesete, nem volt komoly az ügy, az árokból kellett kivenni az autót. Itt látszik egyébként, hogy 60-i autóját hozzák vissza. Nem ez volt a legnagyobb baleset ezen a hétvégén. Hallottuk egyébként nyilatkozni Brakna Dávidot, ő mindkét edzést megnyerte. Közben ez itt már a verseny. De ennek is van jelentősége már, mint az időmérőknek. Ebből kettő van minden nap délelőtt, illetve kora reggel. Hiszen aki itt a legjobb időt autózza, már két bajnoki pontot kap is. Mindkétszer egyébként Brakna Dávid nyerte tehát az első napi időmérőket. Itt egy kisebb bizonytalanság Nagy Tibor, aki
miután megérkezett féktábra, az egyik kerék láthatjuk lent volt a murvában, nem érte a féket megnyomni rendesen, és így aztán úgy gondolta, hogy inkább még visszafogja magát szombaton, nem akarta rögtön korlátnak vágni az autóját. Ő pedig már Szamosvári Béla, 611-essel, ő is korábban két, vagy inkább három kategóriával lejjebb az osztráknál versenyzett. A képen pedig Rácz István most már, ő is elindul az egyik versenyfelfutásán. Ő az elmúlt években talán az egyik legnagyobb túraautós reménység. Több futamra is kapott profi szerződést Rácz István. Most megpróbálta, hogy mire megy itt a Seat Leonokkal a Márka kupában. Sokak számára vonzó egyébként. Más kategóriákból is szívesen átnyergelnek, hiszen van valami, ami kimondottan ide vonza a versenyzőket, nevezetesen a gyári autókkal lehet versenyezni. Amit itt lehet látni a képernyőn, ahogy ez az autó kinéz, persze a matricák és egyéb díszítő elemek nélkül, így jön le a futósorról. Zengő Zoltánt látjuk 655-össel. Ő ezt megelőzően évekig tevékenyen részt vett a szakák, tehát a márkakupák irányításában is, illetve a gyorsasági szakák ügyeit intézte, így sokkal kevesebb ideje maradt versenyezni. Ebben az esztendőben ő is visszaült már a volán mögé. Itt érkezik Zengő Zoltán, aki 1999-ben az akkor halódó Opel Astra kupát felkarolta, utána megálmodta és megvalósította először a Renault Clio-kat, majd a Suzuki Swift-eket a márkakupákban, most pedig íme a legfőső kategória, a 300 lóerős Seat Leonok. Weber Gábor, íme a belső kamera, Weber eldarál egy kicsit, erről beszéltünk, és aztán itt már csak utazó ember figyeli, hogy mi lesz a vége, szenzációsan oldotta meg. Nyilván ez egyrészt egy vezetői bravúr, másrészt azért ne titkoljuk el, hogy a szerencsének is volt része abban, hogy ezt megúszta, aztán mint egy amolyan lopós vadász viszi az erdőt magával egészen a hegy tetejére Weber Gábor. Valóban kisebb fajta csoda, hogy egyetlen tovább tudott menni, ott én már szinte biztos lettem volna abban nézve a képeket, hogy lekoccantja valamelyik fát, Weber megúszta ezt a helyzetet. Ő pedig Hideg Krisztián, az ő neve is ismerős lehet. Ő a Rallyból jött át kipróbálni a Seat Leonokat. Mondom, egyre többen figyeltek már fel erre a sorozatra. Hallatszik folyamatosan, ahogy leír az autó alja. Úgy említettem, hogy mindössze 6 cm-re van normális helyzetben az aszfalttól. Itt pedig meglehetősen egyenletlen a pálya természetesen, hiszen hegyről van szó. Brakna Dávid! Ő mindkét időmérőedzést megnyerte. A másodiknál az 1.54.73-as ideje egészen kiváló volt, így joggal reménykedhetett abban, hogy esetleg megcsípi kis Norbertet, aki mondom az első hétvégén szenzációsan ment, és mindkét hungaroringes futamot megnyerte. Norbert a képen, ő is elindul az egyik versenyfelfutására. Talán nagy titkot nem árulok el, hiszen hamarosan látjuk majd a végeredményt, hogy Brakna nem tudta megverni kis Norbertet. Két 1.54-es idővel, 1.54.05-tel és 1.54.74-jel kis Norbert megérkezett az első helyre, és háromból így három versenyt nyert meg. Íme az autó belülről. Rettentően nehezek ezek a kanyarok, mert bár itt lehetett hallani, hogy elvette egy pillanatra a gáz, de sodrósak, mindig a tapadási határon kell autózni, ami a Slick-gurinknál különösen nehéz. Halljuk, hogyan értékeltek a hegytetőn. Dobbanton keresztbeálltam, seggel beestem a bokorba, és visszafordultam irányba, és úgy jöttem tovább. Azt megálltál? Megálltam le, az egész oldalát, már azt hittem, hogy bencsat. Átnyomtad padlón az ugrató? És keresztbeálltam. Most szedtünk ne róla a bokrot. Élveztem a mai napot, de voltak kisebb-nagyobb gondjaim. Az egyik kanyarban valamiért mindig kiugrott sebességből az automata váltó, aminek nem szabadna kijönni.